Miről is vitáznak most a képviselők a Belgrádban? A minisztériumokról szóló törvényről folyik a vita, ezt minden alkalommal, amikor új kormány alakulna, ezt meg kell tenni, ugyanis minden alkalommal kicsit módosulnak, vagy a minisztériumok neve, vagy a minisztériumoknak a tárcái megváltoznak, átcsoportosítják, mint ebben az esetben is. És ezt mindig meg kell vitatni, ezt a minden pártnak el kell fogadnia, hogy egyetért azzal, hogy az új kormány struktúrában ez és ez a minisztérium lesz, ennyi és ennyi minisztérium lesz. Tehát erről folyik a vita. És akkor hogyan is alakult? Tehát itt most négyel több minisztérium lesz. Előreláthatólag akkor konkrétan melyekkel bővül? Igazából nem is bővül, hanem szétválasztanak korábbi tárcákat. Például az oktatást elválasztják a tudományügytől, az máshova kerül. Szétválasztják a tájékoztatást és a kulturális minisztériumot. Lesz egy olyan minisztérium, ami a kül- és belkereskedelemmel foglalkozik, lesz külön egy olyan minisztérium, amely a beruházásokkal foglalkozik. Úgyhogy lényegében tehát nem az történik, hogy újakat hoznak létre, hanem kicsit máshogy néz ki a struktúrájuk. Mikor fognak szavazni a minisztériumokról? Várható, mivel ma folytatódik a vita, és nagyon sok felszólaló van, nagyon sok módosítási indítványt nyújtottak be, valószínűleg mai napon már nem, hanem ez átkerül a holnapi napra, tehát hétvégi ülés is lesz, szombati, ugye. Ez nem szokott mostanában előfordulni, de várhatóan most, tehát holnap szombaton szavaznak majd. Állítólag nem 7, hanem 8 VMS-es államtitkári pozícióban állapodott meg az új kormányban Alekszandar Vučić, szerbia elnöke, és Pásztor István, a VMS elnöke. Mit lehet erről tudni? Én is csak ennyit tudok, amennyit Pásztor István mondott, hogy nem 7, hanem 8 államtitkára lesz a VMS-nek, ami azt jelenti, hogy megmarad az a 7 pozíció, ami eddig. Tehát az oktatás, ugye az egészség, ugye a mezőgazdaság, az infrastruktúra, az igazság, ugye a környezetvédelem és a pénzügy, és emellett az újonnan alakuló, tehát ez a beruházás minisztériumban lesz egy államtitkára a Vajdasági Magyar Szövetségnek. Tehát akkor lehet, hogy pont annak következményeként, hogy egy minisztériumot ugye szétválasztanak két különböző tevékenységre, ennek köszönhetően lesz a 7 helyett 8. Igen, meg ugye ez a beruházási minisztérium, amely talán az infrastruktúrából válik ki valamilyen formában. Ez most fontos Szerbia számára, ugyanis többször is elmondták, hogy nagyon sok olyan infrastruktúra ügyi beruházás van, vagy egyáltalán beruházás, amely elmaradt az utóbbi években Szerbiában, és ezeket szeretnék pótolni, tehát nyilván azért hoznak létre egy ilyen minisztériumot, hogy jobban tudjanak koncentrálni a beruházásokra, a Vajdasági Magyar Szövetség számára pedig fontosak lehetnek ezek a beruházások, már ha csak azt nézzük, hogy a különböző utaképítése Vajdaságban, vagy akár a Szabadkai Színház, amely ugye most már talán felépül, de az is egy ilyen nagy beruházási dolog volt Szerbia számára. Mi lesz a folytatás? Azaz, mi kell még a kormány alakításához? Mikor fog megalakulni a szerb kormány? Ugye az alkotmányos határidő szerint október 30-áig meg kell alakulnia a kormánynak. Most, hogy elfogadják majd a minisztériumokról szóló törvényt, és a bejelentések szerint a szerb haladó párt vasárnap ülésezik személyi döntésekről, hogy kik is tölthetik be ezeket a miniszteri posztokat. Amikor ez már nyilvánosságra kerül, akkor összehívhatják a parlament következő ülését, ez szerintem kedre várható, amikor is Ana Brnabić megbízott miniszterelnök felolvassa a programját, bemutatja, hogy kik ezek az emberek, akiket ő szeretne a minisztériumok élén látni, illetve elmondja, hogy kik lehetnek azok, akik tárca nélküli miniszterek lesznek, mert ugye a 25 minisztérium az egy dolog, de mindig vannak tárca nélküli miniszterek, úgyhogy ezt még nem tudjuk, hogy kik lesznek. És amikor ő felolvasta a programját, bemutatta a minisztereit, akkor is kezdődik egy vita, mivel nagyon sok frakció van most a parlamentben, ezek a viták nagyon hosszan tartanak, úgyhogy nyilván nem fejeződik be az nap kedden, mondjuk ha elkezdődik, hanem legfeljebb szerdán, vagy akár csütörtökön, mert hogy a bejelentések szerint az új szerb kormány várhatóan a nagy szerb ünnepen, ez a Sveta Petka védőszent ünnepén, csütörtökön, október 27-én teheti le az esküt. Anna Mária, nem kérlek arra, hogy találgassa el, de biztosan lehet olyan információkat hallani ott a belgrádi parlamentben, illetve az újságírók. Valószínűleg a belgrádi újságírók tudnak már részleteket, illetve bizonyos neveket. Vannak ilyen információk? Igen, amiket hát a sajtóból, amiket lehet tudni, vagy amiket már maguk pozícióval lévő miniszterek vagy politikusok mondtak, tehát várhatóan Siniša Mali pénzügyminiszter a helyén marad, Zorana Mihajlović energiaügyi miniszter a helyén marad. Azt is lehet tudni, hogy Miloš Vučević, ugye ő benne volt abban a szűk körben, akiről azt
hallottuk, hogy látta, hogy ő lesz a következő miniszterelnök, tehát tudjuk, hogy mi a Sulcsevics újvidék polgármestere egy kormányfő helyettesi pozíciót kap, hogy emellett lesz-e valamilyen minisztériumot is vezet-e, ezt nem lehet tudni. Ivica Dacsit lehet a külügyminiszter, és valószínűleg bekerül a kormányba Goran Vesić, aki korábban Belgrád polgármester helyettese volt, illetve Jadranka Joksimovics vezetheti az Európai Integrációs Minisztériumot továbbra is, de azt mondták, hogy nagyon sok új szereplő is lesz, akik eddig mondjuk a közszférában dolgoztak, vagy a vállalkozók voltak, úgyhogy ezekről még nem tudunk semmit. És a Vajdasági Magyar Szövetség szerepéről mit lehet tudni? Ugye beszéltünk erről, hogy államtitkárok, hogy 8 államtitkár lesz. Pásztor István is találkozott néhány nappal ezelőtt Alekszandr Vučić államfővel, és akkor is azt erősítették meg, ugye a később megjelent információk szerint azt erősítették meg, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség a kormány része lesz, a kormánykoalíció része lesz, de nem kér miniszteri helyeket, hanem ezeket az államtitkári helyeket kéri, a 7 helyet most akkor 8-at. Úgyhogy a Vajdasági Magyar Szövetség így vesz részt a következő kormány munkájában, amely ugye kormány megint csak nem 4 évig lesz, hanem szintén a bejelentések szerint 2024-ig csak. Tehát akkor mondhatni azt, hogy az államtitkárok személye is változatlan marad? Feltételezhetően igen. Olyan információ nem jelent meg, hogy a VMS-es államtitkárok személye lecserélődne, ez az egy pozíció ebben a beruházási minisztériumban, azt pedig nem lehet még tudni, hogy azt ki fogja vezetni, vagy az, aki kerül. Amint lesz információnk, jelentkezünk, Márkovics Anna Máriának pedig köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm a lehetőséget.